Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, srácok, én egy kis Warframe. Jöjjön 7 év Fashion Frame. Egyik nézőm írt, hogy hát csináljuk meg egy Fashion Frame videót, színekről, mindenről, tudjátok, Fashion Frame, mert hogy ő még nem látott olyat a csatornámon. Hát, én okkal nem láttunk ilyet a csatornában, én nem vagyok olyan nagy Fashion Frame-es, mondjuk ez hazugság lenne, mert szeretem a szépet, szeretem színezgetni a Warframe-eimet, de egyes Warframe-jeimet maga Necroné színezett, úgyhogy ő lesz a speciális vendégem. Hello! ez a kis beszélgetéshez. Úgyhogy a program a következő lesz. Végigmegyünk az űrhajón, magán az űrhajón és magán a Warframe-eken, esetleg színhasználat, kombináció is, és hát megpróbálunk ilyen gyorsan végigvenni a dolgokon, mert hogy rohadt sok Warframe van, úgyhogy ja, igyekszek beszélgetni mindenről, és kezdjük az a kis orbiterünkkel, a kis űrhajónkkal, főleg azért, mert ezt a nélkületek, a közösség nélkül nem tudtam volna összehozni, mivel ti voltatok a legnagyobb segítségem nekem abban, hogy ez létrejöjjön, főleg, hogyha a kis galliumokra gondolok itt, ezek itt mind, amit itt láthattok, az összes gallium, sőt, még több gallium, ahogy haladunk az űrhajóban, az kérem szépen mind-mind nektek, közösségnek, közösség által támogatott, így is mond, és hogy azóta is nagyon köszönöm nektek. Úgyhogy azért jöhetett létre ez a projekt, ez a sok gallium, azt mind-mind tőletek van. Szóval aki azon gondolkodó, hogy ez nekem hány platomba volt, azon kívül, hogy a közösségem ezeket mind elküldte nekem ajándékba ezeket a galliumokat, azon kívül még sok-sok platba volt, de amitől nagyon büszke vagyok erre, a űrhajóra, nem az, hogy feltétlenül sok plat van benne, hanem az, hogy a legtöbb dolog, amit láthattok, az kiformolt dísz. Tehát a játékidőt reprezentálja igazából ez az űrhajó, hogy így is mondjam. És onnan is látszik, hogy nagyon sok olyan dolog, például amihez sokkal nagyon macera dolog megszerezni játékidőben, például a értékesebb halak, amivel nem volt türelmem farmolgatni, azok nincsenek meg. Igen, azok halak szíve, mi a baj? Velük érdemhetsz a halaimon. Kirek szóval halakat a falára? Mi a baj? De mi? Ez szép, igen. Ügyes volt lesz. És minden, ami olyan, amit látjátok ezek itt a szindikátusoknak, ennyi, sőt, még több ajatán szobron van, csak hát az elegancia kedvéért, itt például megszerezte a legdrágább ilyen halakat, az elegancia kedvéért csak kevesebbet raktam ki, ugye ezeket a cetusont tudod farmolni, az ejdalonos csókától tudod őket kivenni, szóval amitől büszke vagyok bele az, hogy a nagy része ennek az orbiternek az abból áll, hogy játék, idő. Igen. Ez ott egy szexbábli. Ő jött a... Ez egy Warframe szexbábli. Warframe, igen, az egyik favorit milfünk. Szarén. De amúgy nagyon szép mutató. Igen. Illik a koncepcióba. Szóval, ja, játékidő. Természetesen vannak olyan dolgok, amelyek platin lettek véve, csak kiegészítés szempontjából, de amióta átalakították az orbitert ilyennél, amilyennél, egy pár átalakítás nekem is kellett csinálni, mert nem teljesen így nézett ki, de ja. Szóval, mint láthatjátok, egy kis plattal, illetve elért játékidővel is egy kifejezetten szép űrhajókat lehet készíteni. Hogy hány plat, hát össze lehet számolni. Igazából sok plat van benne, de amitől büszke vagyok rá, hogy nem csak az, hanem a játék idő is, ami benne van. Jep, így állnánk, hölgyeim és uraim. Ez a szoba, ezzel még sokat kell fejleszek, csak mindig várok az ihletre, hogy megjöjjön. De azt hiszem, hogy most szerintem lassan átérhetünk a Warframe-re, szívem. Az, ki az a
Az ő itt aladvé. Jó, ő itt aladvé. Úgy néz ki. Oké, okay, hogy... egy zombi Luis Capaldi. Jó. Belefér. De ja, itt várj, látom fel a plüss állatai. De cukik. Cukik, tudom. Nagyon és ez a rákot, vagy ez miért tök mi? Rák. Ez egy nagy pók. Meg lehet ölni a játékba, és jutalmul kapod. Igen, pókrák. Igen. Nagyon szóval, ja. Menjünk hát. A ez amúgy tök jó. Ez az akvárium nekem amúgy tökre tetszik. Igen, és ezt ugye lehet változtatni. Az igazság az, srácok, hogy egy-két dolgot plat nélkül nem fogtok tudni, most ha megváltoztatom az akváriumot. Tehát ilyen, ja, vagy ja, ez meg a side main. Az igazság, látod, hogy itt vannak a különböző jelenetek. Egy-két platot érdemes beleáldozni ahhoz, hogy szép valamit tudjál összehozni az orbiteredbe, de nem feltétlenül kell. Szóval akkor jöjjön a legdurvább része az egésznek, Fashion Frame, mert hogy ez a true endgame a Warframe-ben régen is az volt, félreértés ne essék, de most még inkább a valódi endgame-je a Warframe-nek az a Fashion Frame. Igen, ez a fal például azért nagyon praktikus, mert hogy ilyen tök jó ilyen kinézetet ad az arzenálnak, hogy őszinte legyek. Szóval... De ez nagyon csincsú, amúgy ezt te színezted? Ezt én színeztem. Ez tök jó szájú. Szóval, hogyha rámegyünk az appearance-re, színek, ajánljunk színeket az embereknek, amit én hosszú évek tapasztalatából tudok ajánlani nektek. A színösszeállítások, amiket érdemes esetleg megvenni, hogyha már eljutsz odáig, hogy platért meg tud őket venni, akkor az egyik az a Classic Saturated, és az Eximus színek, hogyha megtalálom őket, hol van? Darkness, Eximus. Szóval a Classic Saturated és az Eximus lennének az első két szín, amit ajánlok nektek. Azért, mert ezek nagyon erős, intenzív színek, és a játékban mindenhol látszódnak, sötét, világos helyeken, mindenhol nagyon jól látszódnak, és élénk színek. Szóval ezt a kettőt ajánlom nektek megvenni. Ezeken belül is ugye nagyjából mindegy, mert megtalálható minden. Utána ajánlom nektek megvenni ezt a feketét, mert legtöbben fiúk játszunk ezzel a játékkal, és fekete valamiért nekünk a mániánk. Így aztán a feketét tudom ajánlani, és egy nagyon jó, már is ezzel a három palettával nagyon jó színkombinációkat fogsz tudni elérni. Későbbiekben a Digital Extreme fog adni ingyen színeket is, amúgy ez a vöröses, zöldes, ez a Halloween is egy egész jó, csak azt hiszem ezt is ingyen kaptuk talán valamikor régebben. A többi szín, amit láthattok, szinte alig használom őket. Többnyire mindig a Classic Saturated, az Eximus, illetve fekete és ez a kék Ice színek között szoktam mozogni, ha arra van szó, és ott minden szín kategóriát megtalálok. Na de akkor... hát dicsekedjünk Warframe-ekkel, szívem, dicsekedjünk Warframe-ekkel, forma szerint megyünk. Nekem van, hogyha én kezdek el fashion frame-ezni, akkor nekem van egy ilyen alapszabályom, hogy egy kicsit úgy csinálom a Warframe-eket, mint az öltözködést, tehát három színnél többet nem nagyon szeretnék tenni a Warframe-ek, kivéve, hogyha kifejezetten jól mutat azon az adott Warframe-en, de egy megkérdezem Necronét, nekem mi az ő alap szabálya fashionre, ha öltözködések színválasztása kerül a sor? Az alapszín, az sötét. Én nagyon szeretem az alapszín sötétnek, tehát sok sötétbe, és egy nagyon kevés világossal. Nagyon tetszik ez a szomorú szamurája amúgy. Nagyon sötét és egy kevés világossal? Igen. És miért szomorú szamurája Chromán? Hát de nézd rá, hát amúgy tök jól néz ki. Ja. És ja, hát például a Chrománál, hogyha a appearance-re kerül a sor, amit látjátok, eléggé basic színekből áll. Nem akarom túl erőltetni, tehát egy szimplisztikus, mégis elegáns színek felé, illetve kinézet felé szeretek hajtani. Nem feltétlenül szeretem a nagyon kirívó színeket, így aztán megmaradok az egyszerűségnél a legtöbb esetben már, ha ezt annak lehet hívni. Szóval, ja, ő lenne az egyik, a Chroma.
Excalibur az új skinjével, amitől még nagyon büszke vagyok az accountomra ebből a szempontból, és ezt látni fogjátok a videó folyamán, nekem nincsenek megvásárolt skinek, szóval nekem nincsenek ezek a pénzért vásárolható skinek. Attól függetlenül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudom értékelni azokat az embereket, játékosokat, akik ezeket készítették, és az, aki vásárolja ezeket a skineket, szerintem az emberek megérdemlik ezt a támogatást, viszont aki ismer engem, vagy aki néz engem, azt ugye nagyon hosszú idő óta én nem szoktam venni Prime Accessory Packet, vagy kifarmolom, mondjuk mostanában már írok el az egyik kollégának, hogyha kifarmolta, akkor megveszem tőle platér, de nem feltétlenül szoktam. Tehát mindent, amit nagyjából eddig, ilyen 5 év alatt megszereztem a játékba, azt mind a saját erőből értem el, és vásároltam meg platér. Legalábbis addig a pontig, amíg partner lettem, az mennyi most, már talán 2 év, 1 év, hogy partner vagyok. És akkor ugye már küldik a különböző deluxe skineket, de egy jó 5 évig nem voltam hajlandó partner lenni a Warframe-nél, így aztán minden saját erőből szereztem meg, és sosem vásároltam igazából semmit. Tehát minden Prime cuccom, amit láttok, Prime Warframe, azt nem vásároltam meg, kifarmoltam, vagy a platot farmoltam ki rá, és úgy vásároltam meg őket, de pénzt feltétlenül nem költöttem erre. Szóval, ő lenne az Excalibur, tehát amint láthatjátok, ilyen Mad Max stílus volt a fejedben? Mad Max stílus? Ez mit jelent? Nézd rá. Ez Mad Max stílus lenne? Nem tudom, de nekem arra emlékeztet. Hát végül is, ahogy nézzük, jön. De azt nézem, hogy tök jó, megcsinálták az itt, mert ez bőr. Igen, nagyon-nagyon, igen, amióta a Warframe-nek is felfejlődött a grafikája, azóta nagyon hatásosan el tudják élni az anyagmintákat, így a színek több értelmet nyernek. Tehát amint itt láthatjátok, használtam az Agony színekből valamit, akkor... Várjál. És azok a mini napelemek ott a derekán, az mi? Mini napelemek? Hát nem hiszem, hogy mini napelemek. De van fogva a haja, ez tök jó. A fekete, amiről beszéltem, tehát ezeket a színeket használom, a fehér az mindegy, csak fehér. A fehér legyen, a lényeg az igazából, hogy hogyha keresünk, akkor mindig egy legyen egy olyan színpalettád, amiben van egy ilyen tiszta fehér című kategória. És ja, ez lenne, hogy az Excalibur az egyik. A Necros. A Necrosszal mindig bajban vagyok, számomra egy kicsit nehéz színezni Warframe című kategória, de őt nem teszínezted át végül, szívem? Szerintem igen. Lehet. Néha odaadom az asszonynak, hogy csináljon valamit a... Szerintem az én voltam, mert annyira extrémek a színek, hogy... De jó, de igazság szerint ez tetszik nekem, ez a színváltozat, és mondhatnánk úgy, mint a halál ura, meg a halottak feltámasztója, jól áll neki ez a vörös-fekete kompozíció. És ugye természetesen van egy-két efiméra, amit érdemes használni, például, és ez a Vengeful Chill efiméra, amit itt használunk, igazából. És ezzel a Vengeful Chill efimérával lehet elérni ilyen kis világító aurát igazából, úgyhogy érdemes meggondolni, megszerezni ezt a Vengeful Chill efimérát, de majd már nem emlékszem, hogy honnan jött, hogy őszinte legyek. De ja, azzal lehet ilyen aurákat adni, csak viszont itt lehet, hogy jól mutat, ebbe a környezetbe jól mutat ez a ez az efiméra, de például világosban teljesen másképp fog hatni, teljesen másképp fog kinézni, hogyha mondjuk a pályának egy világos részén vagy. A Necros, ő itt ugye a nidusunk, őt én színeztem, úgyhogy blablabla, de nagyon kellemes és kényelmes színezni ezt a nidust, megint csak a Vengeful Chill, vagyis, ja, ez a Vengeful efemérával, és amit láthatjátok, tehát ő rajta is 3 színnél nincs több, és az energiaszín csak, hogy egy kicsit kisegítse az alapszíneit
a karakternek. Azon kívül mondjuk fel tudom ajánlani azt, hogy akinek tetszenek ezek a színkompozíciók, ha rám írtok játékban, és rám írtok azzal, hogy hé, elküldjen ennek a Warframe-nek a színezését, akkor nagyon szívesen elküldöm nektek annak a Warframe-nek a színezését. Úgyhogy ha tetszik valamelyik színösszeállításon valamelyik Warframe-nek, akkor nagyon szívesen elküldöm nektek, ha úgy van. Hát ez az asszony műve, és külön leírtam magamnak ide, hogy ez milyen szín, egy lapra, és azt írja, hogy májva, hölgyeim és uraim. Ez a májva szín, amit elérni, akit... Férfiaknak nagyon... csak rózsaszín, azt gondolom. Igen, tehát én elmondtam azt, hogy miért színezted rózsaszínre ezt a Warframe-et, ő azt mondta, hogy ez májva, és ezt és elérni, de hát ez rózsaszín. De ez nem rózsaszín, de az májva szín. Ez májva szín, szóval hölgyeim, és itt találjátok meg a májvát, konkrétan ez. Nem tudom, hogy ez már még májva-e, meg ez sötétebb májva-e, vagy világosabb májva, a de ez itt májva. Ha nézed, akkor az babarózsaszín. És ez a Valentin színeknél található, babarózsaszín. Tehát ez a babarózsaszín színe, hogyha rárakod, akkor láthatod, hogy abból májva lesz. You're welcome. Oké. Okay. Zöld színeket alkalmaztam, látod, amúgy a mai napig Necro nem érti, hogy miért zöld a nadrágja, de... Nem is zöld a nadrágja, ha ez mi? Ez szürke. Hát az inkább szürkészöld, igen. Ez szürkészöld, hölgyeim és uraim, szürkészöld szín. Vagy inkább zöld ez. Azoknak, akik szofisztikáltabban szeretnek színezni, mint a piros, fekete és fehér, mint ahogy én csinálnám, azoknak mondom, hogy ez egy szofisztikált szürkészöld szín, és megtalálható a Fear paletta kollekcióban. Hát nézem, milyen szépen. Amúgy sokszor, hogyha el vagyok veszve, akkor csak random szoktam színezgetni a Warframe-eket, aztán ha lesz egy jó szín összeállítás, akkor annak az adott színnek esetleg a jobbik változatát így megkeresem, és azt mondom, hogy így megtartom. Című történet. Gondolom mások is szokták ezt csinálni. Szóval ő a májva színű Oberonom. Itt az asszony csinált. Szarint ez az egyik, ugye? Ő a sima Szarinom. Ő is régi karakter. Az egyik Happy Milf. Ügyeltem rá, hogy a mellén legyen valami, ami kiemeli a mellét, látod? Igen. Itt ügyeltem rá, mert az fontos, hogy legyen. Szeretem a kiegészítőknél, szeretem ezt a dendrát, mert amilyen energiaszint állítasz be a dendrának, egy olyan megvilágításba helyezi a Warframe-et, és olyan érzése lesz az embernek tőle, mint a csillagnak különböző jeleneteknél, különböző helyszíneken, tehát olyan érzése van az embernek a dendrától, mint hogyha csillogna ez a Warframe, és ez a vöröses árnyalat nagyon jót tesz neki ezzel a vöröses csillogással. Kiemeli a versenycsirkecombokat. A versenycsirkecombokat kiemeli. Igen. Ja, ő lenne a Szarinom. Hol jár? Szarin. Chroma Prime. Hát a Chroma Prime-ot is az asszony színezte, hölgyeim és uraim. És mondd el nekik, hogy milyen szín az alapszín. Az alapszínre leírta, le kellett írjam, hogy ez türkízkék, kérem szépen. A türkészkéket, precízen a türkészkékret, megtaláljátok ugye ennél a Ice nevezetű palettánál, amit amúgy érdemes beszeretni, én magam is szeretem, és most már felfedeztem, hogy ez ott a türkiszkék, szóval azt használom, akkor türkiszkéknél. Egészen másként jutott egyébként a Warframe-en magán, mert hogyha ezt nézed, akkor az igazából ilyen babakék. De hogyha rárakod, akkor türkiszkék vesz belőle, úgyhogy... Szóval itt babakék, de ott már türkiszkék. Igen. Oké, jó. Szóval, ja, és megint csak ugye használva a Vengeful Chill efimérát, hogyha például, ugye amit láthatjátok a kiegészítőknek a Tenokon chest plate, shoulder plate, leg plate használtam, mivel hogy kapunk meghívót, partnerként meghívót kapunk a Tenokonra, így kaptunk virtuális jegyet is a Tenokonra és ezeknek a részei, de hát ezeket meg lehet vásárolni, és amúgy is, tehát minden mással jól mutat a Chroma. A Chroma, nem a legszebb Warframe, mondjuk úgy, például vannak neki ilyen nagyon fura helmetjei, ezzel például nem tudok mit kezdeni évek óta.
Szóval ez még beverték a pofáját, pedig nem az a vars, aminek könnyen be lehet verni a pofáját, ezzel meg csak úgy szimplán megijedsz. Szóval... De a másik szerintem sokkal jobb, mint ez. Mi? Ennek is ilyen szomorú szamuráj feje van. Ez sokkal jobb. Nem jobb? Hát nem tudom, tessék. Nekem mind a kettő tessék. Jó, rendben, akkor most már ez van. Hero. Hero, hölgyeim és uraim. Szeretem ezt a Warframe-et, nagyon jó színezni. Az alapszkinje is nagyon-nagyon-nagyon helyén van. Azt is nagyon jól lehet színezni, csak ez az új skin sokkal jobban mutat neki. Amint látjátok itt is, a hármas szabály többnyire megfelel. Tehát egy, kettő, három skin. Egyszerű, letisztult, számomra elegáns. Ti meg csináljátok, ahogy szeretnétek. Című kategória. Rivelit, nagyon szeretem használni a Rivelitet például kiegészítőnek, nagyon jól néz ki. És a Sziandanák között pedig az Igaró lett a győztes. Semmi nőnek, csak egy legyen közt egy ilyen arányosság és egy színezés. Efimérát is, ahogy néztem, pakoltam rá, mégpedig a Lotus. Lotus lenne rajta? A Lotus Efimérát pakoltam rá. Nagyon szép, ez a bronzos beütésű, szürkésbarna, ilyen világos, inkább sötét csontszínű összeállítás. Sötét csontszínű. Oké. Okay. Sötét csontszínű. Jó. Neked csak barna. Köszönöm szépen. Hidroid, a Hidroid az egyszer olyan volt, hogy egyszer beszéleztem, azt úgy maradt. Ja, én azt hiszem a... Úgy színeztem, az új volt, beállt a derekam, az új volt, az úgy maradt. Immortal skin, igen, ezt akartam mondani, tehát az Immortal skin-t használom rá. Hát, nekem, tehát így megint láthatják a Rivelittel, biztos jobbat is ki lehet hozni, csak úgy se játszom, hogy Hidroidot senki sem látja. Úgyhogy teljesen mindegy. Nekem amúgy tetszik, jól néz ki. Néza! Szerintem mi? Azt el kell mondjam, hogyha semmi ötletem nincs egy Warframe-vel kapcsolatban, akkor én fehérre szoktam színezni, és akkor majd, ha megjön az ihlet, akkor valamit csinálunk belőle. Ilyen volt a néző sokáig, aztán bejött ez a férfiasabb skinje, így aztán ezt már egész jól lehetett színezni. Tetszik, szívem? Nagyon jól néz ki. Az a sok kiegészítő rajta amúgy szerintem tök jó. Ez a sok kiegészítő fele a saját, de hogyha az kiegészítő, megint ugye a Tenokont használtam, kiegészítőnek, és ettől van neki ez itt ez a kis szárnya, ami szerintem nagyon jól néz ki. Nagyon érdekes, hogy a fülbe valója ott lúg a térdén. Ja, szerintem, és amúgy ilyen kínai beütésű a néza, és a kínai piac tiszteletére készült, amikor a játék Ázsiában és Kínában megjelent. Arra gondoltam, lehet érdemes lenne adni neki egy ilyen kis, ezt az efimérát, mit szólsz hozzá? Jól néz ki amúgy, de mondjuk megnézni, hogy... jobban néz ki? Hogy a harc közben hogyan néz ki. A harc közben? Aha. Hát hogy érted? Hát mert azt gondolom, hogy fénybe, meg sötétbe ugye másképp hát néz ki. Hát másképp néz ki, igen. Mondjuk én kipróbálnám mind a kettőt. Most ha melyik jobban tetszik, akkor azt. Hát... Ez jó. Sexy and I know it. Nagyon jó. Így jó. Na, például lehet egy ilyennel kiegészíteni. Csak a nézát is rég színeztem át. Utoljára. Most nézem, hogy ilyen szél a múhaja volt a múhaja. Volkir, őt is nagyon rég színeztem, hát ott erre régóta játszom el, de amit látjátok, ilyen megmaradtam, ilyen a sötét-fehér című történél. A sárga az csak, hogy hangsúlyozni, hogy a Prime részleg, de szerintem az a kevés sárga még beleillik az egész színkompozícióba, nem? Tehetném volna, most kicsit több sárgát is mondjuk így a lába felé, vagy hát máshova is. Tessék. Na. Így jó? Tök jó. Na, így jó. Csak olyan érdekes, uraim, így jó. Olyan érdekes, hogy amúgy a fehér az alapszíne, és amúgy nem olyan fehérként jelenik meg. Mert sötét van. Mert sötét van, de hogyha kimész egy világosabb részre, akkor az ott proper fehér. Az proper fehér. Igen. Hát az tök jó. Ennél fehérebb nincs már a játékban. Equinox. Ezt te színezted, szívem. Szerintem. Tényleg? Hát én ennyi kéket azért ritkán rakok egy Warframe-re.
Most így visszagondolom, igen, ez kicsit sok. De amúgy szerintem tök jól, nem? Ettől függetlenül nagyon jól néz ki, azt hiszem. Nekem tetszik. Bocsi, a mániám, ez a türkiszkék. Türkiszkék, igen. A türkiszkék a mániám. Hát, ja. De ebben csak az efiméra az, ami kék. Ahogy elnézem. Hát, az elég is. Vengeful chill efiméra, és annak adtunk egy ilyen kék színt. Ja. És azért dominálja a kék szín amúgy, de amúgy nem dominálja, mert fekete-fehér alapszínei vannak. Látod? Aztán néha megyek egy ilyen sima fekete-fehérre, és ez... Frost Prime, ősrégi karakter, egyszer megszíneztem zöldre, aztán így maradt. Én nem tartom kifejezetten szépnek, majd megkérem az asszony színezzen belőle valamit. Most egyelőre úgy néz ki, mint egy zöld sátán. Oké, egy zöld sátán. Bocsi, hát annyira megijedtem, hogy ki kellett lépjek az arzenálból. De ahogy arra kerül sor, tehát... Shamrock színpaletta, attól ilyen intenzív a zöld. De amúgy attól függetlenül, hogy tök jó érdekel. Az a zöld, igen, ez a neon zöld. A zöld az teljesen jó, igen. Ugye te is látod, hogy ez neon zöld. Ez nem neon zöld, ez simán zöld. Ez itt neon zöld. Esetleg. Igen. Jó. Inaros, egyszer beszíneztem, aztán Szevasz, mert azóta se játszom a karakterrel, amióta megjelent körülbelül, de nagyon-nagyon jól néz ki című kategória. Nekem tetszik ez a színösszeállítás. Ivara. Általában úgy vagyok a színösszeállításokkal, hogyha rég nem játszottam egy karakterrel, mielőtt elmennék és csinálnék vele egy videót, új színezést csinálok neki, hát ha lesz belőle valami jobb. Az Ivarát az asszony színezte, ez az ő összeállítás 100%, mert én ilyen rózsaszín nem választanék. Hát az lilás, vagy lila, de... Igen. Szóval, de attól függetlenül teljesen korrektül néz ki. Bírom az asszony színezését, mert mindig valami teljesen eltérőt választ, amit úgy az átlag emberek választanának, és ettől legalább valami különleges lesz abból az adott Warframe-ből. Hát egy-kettőt ilyen csajosra csinálnak, úgyhogy... Hát még Ivar az lány, szóval belefér cím kategória. De lehet, hogy jól mutatna neki az efimérája. Persze valami másik színnál, másik de rakhatunk színnél. Neki tojásokat is, hogy tojásokat rak, miközben sétál. Hogyha arról van szó. És az neked miért jó? Nem tudom. A tojásokat rá? Nem tudom. Hűha! Szóval, ja, ez lenne. Attachmentsnek néha összekeverem a dolgokat, csak hogy jól nézzen ki, vagy éppen ne nézzen ki jól, vagy csak éppen zavaros legyen az egész történet. De ő lenne. Kora, azt mondja, szerint talán 2019 legszexibb Warframe-je. Igen. És uraim. Hát de nézd meg, look at that. Igen, ez így van. Nálam csak a main kompozíció az volt, hogy amikor színezem, akkor itt ez a rész, és a mell része, az teljesen látható, mint hogy ilyen fürdőruha van rajta. Aztán jött az asszony, és azt mondta, nope, fucker, nem fogod itt nézegetni a csajokat. És ő átszínezte az egészet pirosra. Én nézegessem. És ja, mert én nálam itt ki volt emelve ez a fenék rész, meg minden, mint hogy a fürdőruha lenne. De nem viccel, most is ki van emelve, nézd meg ezt a fekete ízen. Jó, ki van emelve, oké, rendben. Szóval, ja, Kora. Nagyon szexi. Hölgyeim és uraim, ő lenne. Bírom, hogy magas csakúja is van. Megint csak a Vengeful Chill Ephemera nagyon sokat segít a színeken, és egy csomó rózsaszín, amint láthatjátok. Hát ilyen magenta színűre akart. Magenta? Azaz, jó, hát persze. Rhino Prime, az a karakter, amihez az asszony sose nyúlhat. De most úgy érzem, hogy egy kicsit küszködök a színezésével. Jelen pillanatban így néz ki, lehet, hogy végül teljesen fehér lesz belőle, de amúgy, hogy ezzel a skinnel teljesen korrekt, alapvető színösszeállítás, három színnél nincs több, ezt tipikusan én színeztem, ennél többet nem is tudok elmondani róla. Sarin Prime, hölgyeim és uraim. Ez a tipikus úgy született meg, vagy lehet, hogy az asszony színezte, de ha nem, akkor az úgy született meg, hogy random kolorizáltam, és kijött ez, és akkor ez jó volt. Című kategória, és én azóta is boldog vagyok vele. Az nagyon erő a lényeg, nem a kinézet, dő. Nagyon szép, hogy ez a mellény rajta. Visp ezt az asszony színezte át az utóbbi időkben. Hát az már volt egy ideje amúgy. Nem, ezt te csináltad meg ilyenre, legutóbb. Hát ezt tudom.
te csinálsz. De ez mindig tök jól néz ki. Jól néz ki, teljesen jól néz ki. Ja. Amúgy Wisp 2020 nyertes segge, csak úgy mondom. De, wow, oké. Okay. Nézz oda. Look at that. Nézz oda. Nagyon szexi. Csak az a fej másik kéne, hogy legyen. Na mindig. Baruk, semmi nagyon extra, hölgyeim és uraim. Ilyen színösszeállításban van. Ne kérdezzétek, hogy miért. Ez tetszett. Megint csak a tenokon. Kiegészítőkkel. Nagyon szép ez a Golden Rose amúgy itt a mellkasán. Ember az egy olyan karakter, ami nagyon gondosan ügyelek arra, hogy mindig olyan színben legyen, amilyen éppen hangulatom van és lelkiállapotom. Egy olyan karakter, amit nagyon sokszor használok. A második karakterem volt az Ember Prime, vagyis a sima ember, aztán rögtön kaptam egy Ember Prime-ot, úgyhogy a másik karakterom volt talán az egyik legnagyobb favoritom az összes Warframe közül, úgyhogy mindig őt gyakran színezgetem, szeretem az embert, és nem mondhatom azt, hogy nem néz ki jól, nézzen, amikor kijött a fénybe, amikor kijött nagyon, a fénybe. Nagyon tüzes, nagyon rock'n'roll, nagyon jó. Nagyon, nagyon tüzes, igen. Hát jó, mindenél. Hát tűz karakter, de igazából kék tüze van. Yeah, man. Ja. Lehetne még rakni rá efemérát is, de úgy döntöttem, hogy annyira nem. Rivelittel teljesen korrektül túl szexi lenne. Néz ki. Igen. Egy dolog efeméra azért van nála, hogyha lépked, akkor talán a kék tüzet hagyja maga után, akkor úgy volt, hogy volt. Ja nem, már átszínezte az ott a sárgára. Na, az egy dolog efemérát még meg tudjátok egy hétig szerezni, amíg bejön az új Nightwave küldetés, úgyhogy gyorsan formoljátok ki, hogyha mostanáig nem formoltátok ki, 15-ös szinten elérhető az Eidolon efiméra. Szóval, ja. Tehát a Nightwave-ben még egyszer mutatom, Nightwave. Nightwave, és látjátok, tehát itt van az Eidolon efiméra, azt most még jelen pillanatban elérhetitek még. Jön az új Nightwave. Szóval. Ember meg volt Gara, hát, ja, Gara, hölgyeim és uraim, semmi nagyon extra, túl sokat nem használom, mostanra már kitaláltátok, hogy milyen összeállítás lehet rajta. Garuda egy kellemesen színezhető Warframe, hogy őszinte legyek, és nagyon kis elegáns ebből nagyon a szempontból. Nagyon szolid amúgy. Ja, ez az én ötletem volt. Senki nem segített. Tényleg? Igen. Amint láthatjátok. Nagyon ügyes vagy, tetszik, nagyon ügyes hogy belerakted vagy. Ezt a rózsaszín. Ugye? Bocs, ez magenta. Ez nem magenta, oké, rendben. Csak próbáltam felvágni. Próbáltam felvágni. Na jó, magenta. Maradjunk annyiba. Gauss legyen zöld. Miért? Nem tudom, mert zöld. És ráraktam ezt a... bocsánat, mi a neve a Siondajának? Szurátor Sziandanát, csak az, hogy reprezentálja a sebességet, ez egy ilyen nagyon gyorsan szaladó karakter. És akkor gondolom ezt rárakta, mint egy ilyen rakéta boostert. És akkor lett belőle Notre Dame-i tök jó. Notre Dame-i tanár. Szóval akkor rögtön és ja, így állunk. Az ölcsin a Notre Dame-i tanár, tök jól néz ki amúgy félrejét és lehetség. Obvious Salt és Shoulder Plate-tel és mindennel, ami kell neki, hogy ez a kis rész is ugye a sebességet reprezentálja, mint egy ilyen kis mini szárnyai lennének. Című kategória. De nem, szerintem nem néz ki rosszul. Sonic, igen, pontosan az lenne valahol az elképzelés, hogy és ugye ez a Fae Path efemérával megcsinálva, de lehet, hogy az Eidolonnal jobban járna, vagy jobban nézne ki. Legyen az. No, Animation Selected. Hát ez Ghost Agile. Meg. Ghost Noble. Így ugrá, like for real. Az a cipőláb, az nagyon fura. Ja, mindegy, hát állítólag lehet benne futni. Hát én nem tudom feldolgozni. Okay. Ja, így állunk. Azt mondja, Méza, ő is egy olyan karakter, amit nagy gonddal szoktam színezgetni. Hát pedig ennek kéne amúgy a kék. Ennek a karakternek kéne a kék. De a sötét kék, tehát az ilyen lilás királykékes beütés szerintem. Miért nem beszélsz fehérni? Sötét kék? Nem érti.
Nem, ennek a karakternek nem kell a kék. Ez tökéletesen olyan színben van. Milyen kék, de amúgy mi itt ilyen nagyon színben. Ez ilyen, ilyen. Az nem, de az olyan csúnyán sötét. Csúnyán nézd ide, hát mondd azt, hogy nem. Hát, ez... Nem, szexi, nagyon ennyi, jó. Ennyi, jó, ennyi, szexi is kész. Jó, nézám, jó, őt is nagy gondol szoktam színezgetni, igen. Színezgeted, öltözteted, becsinálted? Sima nekrosz. Ebből kijön a teljes értékben az ötlettelenség, amúgy. Igen. Azért full fekete. De amúgy néha kell olyan is a full fekete, hogy... Ja, alapvetően nem néz ki rosszul a pályákon és a küldetéseken a full fekete. Revenant, ez semmi extra, szerintem über durván színezni nem lehet ezt a Warframe-t amúgy se, úgyhogy csak beraktam, aminek be lehetett rakni. Titánia, na most a Titániának emezen színezését, ezt megdicsérték. Volt egy srác, elkezdtem vele kereskedni, ilyen random, nem is tudom, valamit vásárolni akartam tőle, és meglátta a Titánium, és azt mondta, hogy ú, de szép a Titánia, na ezt nem is másolom, úgyhogy lekoppintott, én meg lekoppintottam az övét. Mert neki is egy nagyon jó kinéző Titániája volt. Szóval nagyon jól tud kinézni a Titánia, és Siandalának, a Nossos Siandalát választottam, ugye, ami bejött a Nidussal, ez a Siandal, nem tudom, jól néz ki, ezek a extra két szárny valami, és ez a kis sárga kékkel nem rossz, nem? Ugye? Nagyon ugye? Szép. Szerintem is. Meglepően jól néz ki ez a sárga. Meglepően jól néz ki, igen, ez egyetértek. Ilyen lenne az alaptitánia, érted? Szegénynek miért van olyan fura feje? És ez az új skin, ami kijött hozzá. Úgyhogy ja, érdemes megvenni az új skint, mert nagyon jól színezhető és jól néz ki tőle a Titánia. Ugye az, ja, nem, várja, a Salty skin? Nem. Nem, várja, nem, a Salty skint azt meg lehetett szerezni egy küldetéssel. Tényleg meg lehetett szerezni, ez a Salty. Mert ez az új skinje. Mediocre. A másik a sokkal jobb. Ú, de ez se rossz. Még ki sem próbáltam az új skinjét. Ez a... Nekem ez jobban tetszik. Á, nekem azok is. Azok a pillangók. De azért ez se néz ki rosszul. Á, nem amúgy. Nem néz ki rosszul. Oda néz. Nem rossz. ja. Szóval, ja, így állunk. Titánia. Hölgyeim és uraim. Ez még a sima Titánia úgy. Trinity Prime. Hát én egyszer beszíneztem. Ezt ugye, ez a színezés az olyan régi, mint maga a Raid. Tehát... Szerintem le se veszem már róla ezt a színezést, ez a Raid tiszteletéül van, mióta kivették a Raidet, azóta nekem a Trinity-m így maradt. Azelőtt gyakrabban színeztem át, de a Raid tiszteletéül... Meghagytad. Meghagytuk. Jól tetted. Kicsit unalmas, de amúgy jól néz ki. Kicsit unalmas, de amúgy jól néz ki. Wukong. Wukong az olyan volt, hogy nem volt ötletem, mit csináljunk belőle, csináljunk egy fehéret, beraktunk egy kis feketét arannyal, és ez lett belőle. De talán, hogyha berakjuk a Vengeful-t, és kiválasztunk neki valami más energiaszint, valami mást. Esetleg valami ilyen szürkeséget. Akkor kap némi, nem tudom. Egy ilyen füstös beütést? Füstös beütést, igen. De ja, nem volt túl nagy ötletem, de végül ilyen fehérre teljes mértékben jól néz ki. Wukong Prime, inkább tovább lapozok. Nagyon durva, igen. Nagyon kiégeti a szemedet. De amúgy úgy játék közben, tehát magán a pályákon, főleg a világosabb pályákon nagyon... jól néz ki, amúgy. Itt most így meg kiégett a szenet, mert sötét a háttér, de amúgy bent a játékban, magában teljesen más megvilágítást kap a teljes Warframe, és sokkal másképp néz ki. Atlas, hölgyeim és uraim, hát szerintem reprezentálja, hogy ilyen nagyon faszán kőből van megcsinálva. Úgy látjátok, hármas szabály megint ott van. Szerintem ez a karakter jól néz ki, így ez a kőfém keverék teljes mértékben. Ahogy kijött, szinte úgy meghattam, szinte ez a amit láthatjátok, egyedül ezt a Magor Leggárdot raktam be, mert látjátok, ez ilyen nagy. Tehát, hogyha leveszem róla, akkor ilyen
a sima izéje, de szerettem volna valami jobbat, erősebbet elérni, hatást elérni a lábainál. Hát egyébként is pipaszál lába, hát nem, nincsen, de szerintem ja, ettől ilyen robosztusabb hatást lehet vele elérni, című történet. De amúgy tök jó ez a az alap. És nem sokat kellett változtatni, igen, ez egy alapszkin, neki nem sokat kellett változtatni, igen, ez az eredeti karakter, és ugye ez az egyik skin, így néz ki az eredeti szín, és így néz ki ez. Nagyon jól néz ki, és úgy éreztem, hogy semmi nagyon extra nem kell hozzá, a saját Sziandanája teljesen jó, szóval az Atlas szerintem így néz ki, ahogy kinéz. Kár egy kicsit alul használt karakter, sajnos. Banshee ősrégi színezésem, ez nekem a Banshee-nek, és azóta is boldog vagyok vele, hogy őszinte legyek. Semmi nagyon extra. Teljesen jól néz ki. Minden régi rajta. Régi, Banshee nagyon régi karakter amúgy is, és amint látjátok, az attachmentek, a EOS attachmentek vannak rajta. Azért ősrégi attachment. A Sziandana, ugye a Igaro, az is egy ősrégi Sziandana. És alapvetően minden régi rajta. Ja, ő egy ilyen, hogy is mondjam, megöregedett karakter, de nem szabad lebecsülni, amit tud. Sima Excaliburom, hölgyeim és uraim, ez egy ilyen különleges abból a szempontból, hogy ami rajta van attachmentek, azok a Kuva, Tireg és Trag, amit láthatjátok attachmenteknek. Csak hogy nem tudom, valamit így próbálgattam a szárémet, valami érdekeset, valami eltérőt kihozni az Excaliburból, ami nem igazán van a játékosoknak, de lehet érdemes lenne adni neki egy ilyen fehéres szint. A lényeg nem is feltétlenül a divatosság és a jól kinézet, hanem a felismerhetetlenség, amit esetleg ki lehet belőle hozni ebből a karakterből. Mit szólsz ez a fehérhez? Jó. Nem tudom, meglátjuk, de ha jó... Lehet a karém, úgy azt nézem, tehát lehetnének kicsit vastagabb karjai. Hát, ja, de oda nem tudok rakni már sem olyan kiegészítőt. Hildrin láttátok mostában, ő az asszony színezte át, vajon miért, lila, vagy nem tudom milyen színez. Nem tudom, erre emlékszem, hogy hát csak így bekattintam, hogy nekem kell egy lila, tessék, minden lila lesz. De hát rajta. Eddig mindegyik lila volt, nem? Jaj, de hogy? Nem, eddig rózsaszín volt. Eddig rózsaszín volt, akkor lila. Most lila lett. Teljesen lila. Jól néz ki. Hildrin drága. Ja igen, emlékszem, mert NDK-s úszónőt akartam belőle csinálni. És ők lilák voltak? Nem tudom, de szerintem tök jól néz ki. NDK-s úszónő Hildrin. Hölgyeim és uraim, megláthattátok. Hát de nem úgy néz ki, nézve. Ja. A attachmentek szempontjával azokat én választottam, hogy reprezentálja azt, hogy tud lebegni és repülni, című történet. Hydroid Prime, egyszer beszíneztem, jól van így, című kategória. Nem? Tovább is léphetünk. Ja, a maszkját nézem, hogy milyen... Ivara Prime, hölgyeim és uraim. Simán, de itt is ugye ami dominál, az a Venshulchil a Ephemera nagyon erős vörös színnel, de csak sötétben látszik ilyen nagyon erős színnek. Teljesen másképp látszik. Minden pályán teljesen másképp látszik. Oldalról úgy néz ki, mint a Kaleti boszorkány az Ózból. Akkor jó. Limbo Prime, az Elegáns Gentleman című történet. Semmi nagyon extra. Egyszer beszíneztem, mint egy jó gentleman-t feketére, esetleg némi kék, amit látjátok. Happy Days. Túl vagyunk rajta. Loki. Őt is nagyon rég színeztem be, utoljára egyszer beszíneztem azóta, és szeretném többet, úgyis a leginkább láthatatlan képességét használom, úgy se látom, úgyhogy halál mindegy, hogy milyen színekben pompázik a Loki. Mirázs, őre nagyon büszke vagyok, őt is nagyon rég színeztem utoljára, nagyon-nagyon-nagyon rég színeztem utoljára, úgyhogy, ja. Legközelebb ilyen Harlekin színeket adok neki. Hát ez ilyen Harlekin szín, de ezt a Mirás nem színezheted át, a Prime-ot átszínezheted. Igen. Zephyr, ő is olyan volt, hogy ez semmi ötlet, úgyhogy mehet a fehér, fekete, az teljesen jól néz ki. Hát ez unalmas. Igen. Ash,
Immortal skinjével teljesen jól néz ki. Itt, hogy most Prime, nem Prime, bla bla bla, amit szeretnél. Teljesen, azt hiszem az Immortal skin van, ja. Ja, Immortal skin. De... mindegy, mert úgy alapvetően könnyű színezni. Semmi nagyon extra. Őt is leginkább láthatatlanságban használom, úgyhogy úgy se látja senki. Atlas Prime. Semmi komolyabb ötlet nem volt, csak megcsinálják ilyen jó bulkira az attachmentekkel. Gyakran játszom vele, szerintem tovább is léphetünk. Equinox Prime. Ez a fehér-sárgás színt választottam. Megint csak az egyszerűségre megyünk, egy kicsit az eleganciára. Amit esetleg érdemes itt kiemelni, aki kérdezné, azok a szigilek, amik eltérő színekben vannak, csak hogy valami eltérő legyen rajta, de alapvetően egy leegyszerűsített színösszeállítás. Grendel, emlékeztek, hogy mit mondtam róla? Hogy én ebbe egy tetves formát nem rakok. Na, én erre egy tetves színt nem rakok. Erre a karakterre sose játszom vele. Nem az én világom. Limbo Prime. Hát ilyen, amilyen. Nem tudom, hogy miért ilyen, de nekem tetszett ez az összeállítás. Ezt így random megtaláltam, és akkor ugye ráerősítettem azokra a színekre, amit random talált a játék, is. És ettől az lett, ami... nagyon érdekes amúgy, de tök jól néz ki ezzel a sötét kikkel. Ja. Szóval, ja, ennyi. Ezt random találtam, ezt a színösszeállítást. Meg egy olyan karakter, amit szerintem nagyon kellemes színezni, és letisztult jó színeket lehet neki adni, igazából mindegy, hogy mit választasz neki, szerintem jól fog állni, szóval könnyű színezni ezt a karaktert. Ez lenne az egyik alap. Itt most nagyon sötét, de hogyha nem lenne über sötét az űrhajomban, akkor tehát meg lehetne nézni, hogy világosba teljesen másképp néz ki. Ilyen tök jobb örökös szóval, utat vagy rajta. Igen, minden szín, amit láthattok, ami össze van rakva nálam, és mondjuk világosban jól néz ki, de sötétben nem, vagy sötétben jól néz ki ott a háttérben, világosban teljesen másképp néz ki. Tehát ilyen elég kontrasztos színeket választok. Mi az? Mit láttál? Megláttam azt a fura nyúlpatkányt. Ja, ez egy fura nyúlpatkány, igen. Nagyon édes. Hát, hogy ki van a gerince. Nagyon csúnya, nagyon igen. Édes. Nagyon. Minél rondább annál cukid. Akkor Méza Prime. Tessék itt a kéked a mesáról, amit mondtál. Ez egy tök jó. Teljes mértékben. És ez is ugye, hogyha kivisszük fényre, teljesen másképp mutat. Tehát egy teljesen, tehát azért mondom, a színpaletták, amiket választok, különböző, igen, maszkos, ez egy ilyen vadnyugati kategóriájú. Hát ez egy ilyen COVID-19 karakter, tök jó. Ezek COVID. Tudták előre. Ezek, szóval, ja, így állunk. Equip, Mirage Prime. Ezt szerintem én szereztem, nem? Mehet, lehetséges, igen. A Mirage Prime-ot te csináltad, és így mutat napfénybe. Mert ez nekem még most is tetszik. Jól néz ki. Jól néz ki. Nix, hölgyeim és uraim, különböző színekkel. Nagyon kellemes színezni ezt a karaktert, úgy érzem a vörös jól áll neki. Ez egy ilyen mind control-os karakter. Amúgy. Sziandanálnak, ugye így, nagyon jól néz ki a Nidusnak a sziandanája ezzel a kompozícióval itt rajta. Szóval teljesen rendben van. A karakter ahhoz képest ugye ez az eredeti színösszeállítás. És ugye ez a Fastea skin című, van egy ilyen Nix Nemesis skin, azzal is teljesen korrekt szerintem. Ja, de a Nix Nemesis skinnek van egy ilyen helmetje. Egy ilyen helmet. Ez egy nagyon különleges skin és helmet amúgy, mert a Warframe előzményére utal. Tehát volt egy olyan játék régen. Hirtelen akartam mondani, hogy a címét most már eszembe nem fog jutni, majd ti úgyis leírjátok a kommentbe, de a lényeg az, hogy a Warframe egy játékból született. Dark Sector. Dark Sector nevű játékból született, és ott a Nix volt a rossz fiú. Rossz nő a játékban.
és gyakorlatilag mindenki azt mondja, az Excalibur volt az első Warframe, de mielőtt megszületett volna az Excalibur, a Nyx már létezett, és azért született meg az Excalibur, hogy legyőzhesse a Nyxet. És ez a karakter, ez a kinézet a Dark Sector nevű játékban a Nyx karakteréről származik. És az Excaliburnak is van egy ilyen Dark Sectoros skinje, és az reprezentálja, hogy honnan indult a Warframe valamikor nagyon régen. Ja. De, ja, így néz ki. Equip. Azt mondja, Oberon. Ezt én színeztem? Lehet, hogy én színeztem, lehet, hogy az asszony, nem tudom. Semmi nagyon extra. Jól néz ki, igen, és megint csak ahogy mondom, teljesen más hatást ér el fényben az egész történés. Ez tök jól néz ki. Jól néz ki? Szerintem ja. Az eddig legjobb. Hát és köszönöm neked, nézd meg milyen jók azok a zöld színek. A zöld szín az igazából nem is, ja. Tehát erről a kék palettáról van, az Ice nevű palettáról. Annak, akinek érdekel, és alapvetően az alap semmi nagyon extra dendrát használok, azért dendrát, mert megint csak ugye ki lehet emelni vele, egy ilyen csillagás lehet adni a karakternek. Sziandának pedig ezt a keretet, de nem nagyon kéne neki amúgy is, tehát jól néz ki önmagába is a karakter. Titania Prime, ez ugye most jött ki, hölgyeim és uraim. That's a little bit too much. De tök jó. Másképp néz ki ez is amúgy. Sötétben teljesen, de nézd meg. Látod, világosban azért eltűnik az a kis kék. És a sárga ez átveszi egy kicsit a helyét. Annak a sok kéknek. Nagyon jégkék színe van. Van egy ilyen nagyon piros változat is. És ez az eredeti színe neki. A sárasz amúgy. De, ja, csinált egy ilyen nagyon pirosat. És egy ilyen kéken. Hát az a Wobon Prime, hát őt is egyszer, ez olyan ötlettelenség, de mivel hogy Prime, ezért legyen fehér-sárga, el van döntve. Volt Prime, ezt a skinjét neki, ezt a Volt Protoskint, ezt nagyon kellemes színezni, nagyon jó színezni, azóta ugye volt ez a Prominent skin is, de egy totál megfeledkeztem róla, hogy ez van, és annyira amúgy se tetszik, és a Prime skinét is nagyon jól lehet színezni, és nagyon kellemes színezni, de én maradok ennél a Protonnál, nagyon kis elegánsan áll a Voltnak, ahhoz képest ugye ez az eredeti kinézete neki, ami nem vészesen rossz, de ez mégiscsak, nem? Hát azért sokkal jobb. Ja, ja. És végül, de nem utolsó sorban, de inkább utolsó sorban, Zephyr Prime. Egy kiválóan színezhető karakter, hölgyeim és uraim. És úgy tűnik, mint egy csomó szín lenne rajta, de alapvetően itt is ez a hármas szín van meg, ezzel a kis narancssárgával bevéve, és nagyon érdekes az egész, sőt, akkor már a Tenokonos és a Magor Leggárdal el lehetett érni, hogy egy kicsit olyan robusztusabb lábai legyenek. Ephimerát nem is nagyon szeretnék rá tenni. Sziandanának az Uru Sziandanát, hogy ne takarjon sokat a kis színkompozícióból, ami van, mert nagyon jól néz ki. Című történet. Ugye? Napfényben megint meg teljesen másképp néz ki. Kategória. Ja. És hát, hölgyeim és uraim, 7 év után talán először láthattatok egy Fashion Frame videót, most itt nálunk. Nálam valószínűleg nagyon többet nem fogtok, mert számomra azért szeretem a Fashion Frame-et, de mégiscsak nem feltétlenül akköré helyeződik a csatornám, hogy Fashion Frame-ezgessek. De ja, itt lenne minden karakter, a színek, amiket használok, az ötletek, amiért úgy használok, az Orbiter, hogy miért néz ki és hogy néz ki úgy. És ja, az egyik büszkeségem abból a szempontból, hogy a legtöbbje kétkezi munkával lett elérve ezen az accounton. Mondjuk nem, mint hogyha lenne más, van más accountom, de ott se vásároltam, és semmi olyan durva
pénzköltés nem fektettem a játékba, ami megboostolta volna az esetleg a kinézetet. Annyit még talán az űrhajóhoz ezt hozzáteszem, hogy Equipment, Orbital Appearance. Ja, amint látja, vannak itt ezek a, ez a vörös valamié. Az ez a Filgeri Prime Decoration. És a halak, tegyetek halakat a hajóra. Tegyetek halakat. Mert attól majd jó lesz. Igen. És esetleg rakhatjátok ezt a Spring Decoration-t is, ettől is jön, csak nekem ez annyira nem. Hogy inkább ez a Filgeri Prime Decoration. Ezt azt hiszem egy Twitch drop hozta volt, adta volt. Ja, hölgyeim és uraim, hát nagyon köszönjük a figyelmeteket. Köszönjük, hogy itt voltatok, remélem, hogy az is tetszett nektek, amit én színeztem. Mi is, mint mondtam, hogyha valamelyik megtetszett, valamelyik színezés, szeretnéd tudni, miből áll, csak ír rám és átlinkelem neked, és akkor jaj, de jó lesz című történet. Na jó, srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, következő Warframe videóig. Sziasztok!